A pályán a Fehérvár Entroner. Egy szokásos fogadalomtétel következik a Fehérvár Entronertől. Szokásos fogadalomtételt láttuk, és most már el fog dőlni az első kérdés a mérkőzésen az, hogy ki fogja kezdeni a játékot. A négy csapat kapitány fehérvári oldalon már felsorakozott, ezért most velük kezdem. 22-es Antonio Ron, 23-assal Pap Dániel, 99-esen Rekrinszky Márk, 4-essel pedig Erős Márk. Míg a vendégeknél 12-essel Rittinger Krisztián, 32-essel Bizon Bence, 58-assal, hogyha jól látom, vagy 56-osa Fróna Ferenc, Levente. Még jó, hogy ismerem a játékosokat, tehát azért ezért érdemes az ember cikkeket olvasni. És Seres Attila 59-essel, tehát azért számokat nem ismerem, számomra a végeredmény is teljesen mindegy, úgyhogy tudom, hogy ki nyer. Pillanatokon belül ugye eldől Fehér Sapkás játékvezető, ugye főjátékvezető, ugye Gábor is mondta, és ő fogja feldobni az érmét. Megmutatja először ugye mind a két csapat kapitánynak, hogy mind a két oldala különböző az érmének. Nem lehet nagyon rossz lóra tenni, csak fejre és írásra. És általában ugye a vendégcsapatot szokták megkérdezni, hogy ő melyiket választja, és végül... Ha jól láttam, akkor most a fehérváriak nyerték az érmefeldobást, de ők elhalasztották, tehát a Cowboys fog majd kezdeni, de pillanatokon belül a játékvezetőtől is hallhatjuk majd ugyanezt. Pénzfeldobást a vendégcsapat nyerte, halasztotta az első fél időre, halasztás volt a választása, visszahordani fog a Cowboys. Így van, tehát a lényeget hallottuk, a lényeg az, hogy a Fehérvár Entroners nyerte a pénzfeldobást, akik elhalasztották a második félidőre a választásokat, nyilván akkor a visszahordást. Így értelemszerűen a Cowboys kérte azt, hogy ebben az első félidőben ők hordjanak vissza. A két speciális csapategységet fogjuk most megismerni. Ők akkor vannak pályán, amikor rugás történik legtöbb esetben. Nyilván ennek van egy-kettő kivétele, de hát gyakorlatilag erről van szó. A kickoff pedig hagyományosan, ugye így is hívják Amerikába a mérkőzés kezdetét, a kickoff a kezdő rugást, illetve hát későbbiek folyamán a pontszerzést után követő eseményt fogjuk látni. Zás György végzi el egyébként a kickoffot, és visszahordó szerepkörbe, akik ugye várják a labdát, 85-össel Fóra Camillo, és nem is biztos lenne, 16-ossal, 10-essel, még feléd is fordult a fiatalember. Köszönöm. Pap Róbert lesz. Ugye két visszahordóval állt föl a Cowboys kettő csapata. Elnézést kérek, ha néha lehagyom ezt a kettes jelzőt. Nem feltétlenül szándékosan, de igazából ebben az esetben teljesen mindegy, hisz ők most a Cowboys képviselik, és hát azt gondolom, hogy meg is érdemlik az, hogyha nem teszem mögé feltétlenül mindig. És ebben a pillanatban elkezdődik a mérkőzés. Egy szép széles kirugás. Egészen a 10-esig ment. Fóra Camillo irányába, aki visszahordja. És nagyon okosan ki is lépett, ha jól látom, hogy nagyjából majdnem, hogy a 30-ason van, sőt, talán azon is túl.
nagyon okosan nem ment bele egy csínybe, nem ment bele egy ütközésbe, kilépett, és akkor itt gyorsan elmondunk egy szabályt, ahonnan ugye kilép a labdahordó játékos, onnan jöhet a következő támadás. Pontosan a 29-esig sikerült visszahordani a labdát, és akkor ismét egy nagyon gyors szabály magyarázat, de ez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy értsük a játék alapjait. Tehát 4 kísérlete van a támadó egységnek arra, hogy 10 yardot megtegyen. Segít nekünk erre a down jelző, ami most láthatjuk, hogy az 1-es számot jelöli, illetve a 2 nyalóka, aki a kezdővonalat, illetve a végcélt, mondjuk a 10 yardot jelöli, és nyilván a végső cél az, hogy a endzónába, a végzónába beérkezzenek, és akkor egy gyors teköl. Nagyon hamar elfolytották ezt a futást, Rittinger Krisztián indult, meg egy irányító futást láthattunk. Igen, lent volna előtte a running back, mint blokkoló, de nagyon jól olvasta a Fehérvárek díjfala, ahogy mi lesz a játék, és sikerült betömni ezt a rést. Így második és 10, tehát második kísérlet, és 10 yard kell még az újabb first downhoz. Tehát ezt nem mondtam el, ha sikerül a második bójáig eljutni, akkor újabb 4 kísérlet és újabb 10 yard szükséges, ugye, hogy tovább folytassák, és így tovább egészen a végzónáig, de már nem is kell befejezni a mondatot, hisz második és 10, és már föl is álltak ebbe. És itt egy shotgun felállás, egy hosszú játék, passnak tűnik, nem is rövid. És gyönyörű szép! Volt maga a passz, de Pap Dániel oda csintalankodott. Igen, egy pillanatra azt választotta Pap Dani, hogy belép a labdáért, és megpróbálja megszerezni, viszont nagyon jó helyre ment a dobás Fóra Kamilló irányába, aki megpróbálta lehúzni, és az utolsó pillanatban még oda tudott érni a labdát, egy kicsit lehet, hogy bele tudott ütni Pap Dániel. Ugye erre is nagyon sok szabály vonatkozik, mint olyan az amerikai futballban szinte mindenre. Nagyon érzékeny szabályok, tehát ha hozzáért az elkapó labda, az csak akkor érhet hozzá már a védőjátékos, stb. Most is ebből láthatunk egy példát, hogy vigyázott, hogy ne érjen hozzá a védőhöz. És labdát szerez Pap Dániel! Nem sikerül neki megfogni a labdát, a minden itt hát neki. Hát elkiabáltam, mondhatni, kikiabáltam a kezéből azt a labdát, pedig ugyanúgyan az előbb most is a labdát próbálta megszerezni. Most azért nagyobb lehetősége volt rá, nem állt a labda és közötte az elkapójátékos. Elidegeskedtem, mondjuk így. Visszatérve még az előző passzjátékra, nagyon pontos volt egyébként a passz, és az elkapás is, én úgy láttam, hogy egy pillanatra volt csak meg, nyilván ettől függetlenül ez incomplete pass, de... Pántot láthatunk az... valószínűleg. Egy felszabadító rugást, ugye területet próbál nyerni a támadó csapat, mivel nem sikerült megszerezni a first down. Szép magas minél rosszabb pánt. Helyzetből kezdje az ellenfél a támadását. Ez egy kis ügyetlenkedés. Fehérvári oldalon aztán Kevin végül Kevin Szepp indul meg a labdával. Túlhalad a félpályán is. Ő egyébként Kevin Szepp blokkot, ha jól láttam. Ja, bocsánat, tehát Kevin Szepp eredetileg blokkoló szerepkörbe volt ott, de vagy oda pattogott a labda, inkább jobbnak látta fölcsípni, hisz Sándor Gergő egy picit talán aláfutott. Igen. Nem egyszerű kiszámítani, hiszen aki szabályos spirált tud rúgni a labdába, nincs belőle sok az országban, az a labda nagyon hirtelen le tud csapódni, míg a klasszikus csak belerugunk egyet a labdába, és pörög a labda, hogyan tud. De abban nyilván nincs akkora idő, amíg a levegőben van a labda, viszont annak viszonylag kiszámíthatóbb az íve, de nehezebb talán egy kicsit elkapni. És a rossz terem a közönség között köt ki, tehát mindenki magának közvetíti a mérkőzést. Tehát Varga Bálint futott, azért egyéb érdekességek is zajlanak a pályán. Ez például az, hogy egy gyors középső futás 2 yardért, tehát 2. és 8. Tehát lehet a támadás tekintetében lehet futni, illetve passzolni. Egyetlen egyelőre passz engedélyezett egy-egy támadás során, illetve hát nyilván egy play során. Ezt is a kezdővonal mögül lehet intéznie az irányítónak, illetve a futás pedig nyilván, amikor a hasába nyomják a labdát a futónak. És most nézzük meg Szakácsi Ákos, aki nagyon szép testselekkel tud megindulni. És meg is van a first down. Nem is akármilyen futás volt, kérem szépen Szakácsi Ákostól, aki nem kapott olyan nagy terhet, nem kapott olyan nagy feladatot a szezon során, hisz főleg harmadik számú futó volt Antonio Rón és Varga Bálint mögött, azonban ma bizalmat szavazott neki Pál Tibor Kornél a kezdők között. Nyilván azért neki is kell minél több rutin, minél több mérkőzés, és elég szépen sikerült neki ez az első futása, 1. és 10. És már ugye az ellenfél 31-esén a labda
Tehát ugye nem mindig 10 yardot halad előre egy csapat attól, hogy a first down megszerzi, hanem addig természetesen, ameddig eljutott a labdával, ott adják meg. És egy pető elkapást is láttunk. Ez egy szép elkapás volt. Szép hosszan szállt a labda viszont, ugye mivel hátrafelé is lépett az irányító labdával, nem is egy hosszú útvonal volt, annak ellenére, hogy hosszan szállt a labda, ez egy 4 yardos passz volt mindössze, de második és 6, tehát azért ez sem egy rossz helyzet, mondhatjuk. Semmiképp sem, és amit mondok, ugye így lehet passzból előre jutni, nagyjából igen 3-4 yard volt ez a passz, második és 7. Szóval Pető ugye már elfeküdt, tehát nem kivonta magát abból, hogy futhasson tovább. De azért nézzük meg Varga futását, ami nagyon középen ment volna, de nagyon szép szerelés volt. Talán 59-essel Seres Attila volt, aki odaért, de abszolút nem biztos. Tehát nagyon jól olvasta a játékot, középen sikerült betömni azt a rést, és így sikerült leszerelni Varga Bálintot, 3. és 5. Erős. Volt egy gyors passz, és interception! És sikerül levinnie Sándor Gergőnek. Miklós Jaroszláv volt, aki labdát szerzett. Nem értették meg egymást az elkapóval, hiszen ő megállt, ugye más útvonalat futott valószínűleg, mint amit az irányító gondolt. Természetesen nem gondolatot kell olvasni, hanem ezek begyakorolt sémák. Megvan, hogy melyik játékban ki mit fut. És itt most nem volt teljes egyetértés az irányító és az elkapó között. Hiába haladt egészen az ellenfél 31-eséig, ugye eddig ez a drive. Itt labdát szerzett ugye a Cowboys, és ez is egy formája annak, hogy ők átvegyék a támadás jogát. Amikor a levegőből megszerzik, illetve egy kézből kisodort labda, egy birtokolt labda is összeszedhető. Tehát így lehet gyakorlatilag labdát szerezni aktívan, passzívan pedig ugye a pántok útján, amikor átadja a támadó csapat a kezdeményezés. És interception Kuti Péter! Kuti tovább tud vinni a 20-ason is túl, a 15-ösön! Aztán elcsúszik, és a zászló közben, ami mindig büntetés jelöl, a játékvezetők ilyenkor megvitatják, hogy mi a büntetés. Ha most egy kicsit visszagondolunk a játékra, ugye láthatjuk, hogy amit az előző Cowboys támadásnál is mondtam, hogy megvan, hogy meddig nem üthetik meg ugye a védőjátékos. Onnantól kezdve, hogy ő viszont hozért a labdához, de megütötték. Igen, megvárom a játékvezető ítéletet. Az interception út visszahordás során holding, visszahordás, egy számú játékos, 10 és kísérlet. Hát amit hallottunk, illetve hát félig meddig hallottunk, ugye a sárga zászló, gyorsan elmondom, az mindig büntetés jelöl. Most a büntetés helyétől számítva, maga az interception az érvényes, tehát mindenki megnyugodhat, támadni fog az Entroners, azonban a 40-es számú Goricsán Máriót holding szabálytalanságot láttak nála, ez azt jelenti, hogy szabálytalanul tartotta vissza egy Cowboys játékost ahhoz, hogy szerelni tudja a visszahordót. Nyilván ez 10 yard büntetés, 10 yard a hátrébb a szabálytalanság helyétől, de így is első kísérlet az Entroners. Erős Márk keresi a helyet, Erős úgy mondott, hogy fut, Erős Márk, és ott kilép. Lépni. Így van. Kicsit egymást akadályozták most a Cowboys védői, és egy pillanatban ugye Erős is nagyon szépen vált meg az üldözőjétől, ez a szaknyelven Steve Farmnak nevezett. Mikor kifeszíti az ember a kezét gyakorlatilag, és az ott van ugye az érkező ember, és ő közte. Nyilván ennek is megvan, hogy mikor lehet használni, amikor valaki 200-zal repeszt az ember felé, nem túl ajánlatos, mert vissza lehet hajtani szépen a könyököt, a nem rendeltetésszerű irányba is. Végig mondom azért, amit az előbb megpróbáltam, ugye, hogy azért lehetett szabályos kuti interception-je, nem ő ütötte meg az ellenfelét, viszont ő a lecsorgó labdára ment, egy teljesen szabályos ütés után ugye felrepült a labda, és ezzel és Szakácsi Ákos indulni, Szakácsi Ákos, és szerintem az egyesen esett. Ez egy yardoson, így van. Így van, az egyesen esett. De vonalban állnak, van olyan játékvezető, aki ott áll közvetlenül a vonalban, nincs is más feladata, csak azt nézi, hogy hol érkezik le a labdát birtokló játékos. Ő egészen biztosan látta, hogy nagyjából olyan 1-2 yard környékére érkezett. És most már csak ugye a down jelzőt látjuk, az egyest, hiszen ahogyan a 10 yardoson belül kerül a játék, onnantól kezdve értelmét veszti ugye a két nyalóka. Konkrétan az egyesen van a labda, tehát egy yard kell ahhoz, hogy touchdown-t ünnepeljen a fehérvári közönség. Nézzük, Erős, fölíveli a labdát, Erős, és megvan! Tóth Nándor! Megvan Tóth Nándornak! Touchdown!
nem egy középső futást, egy klasszikus középső futást választott az Antoinette, amit mindenki számított egyébként, én úgy gondolok, hanem egy felívelt paszt Tóth Nándor kezébe, aki biztos kézzel meg is fogta. Így 6-0 a Fehérvár Antoinette-nek. Így van, ugye 6.1 touchdown, amikor az ellenfél cél területére sikerül beérni, utána pedig extra pont következhet. Ez Zász György fogja elvégezni, amikor a kapu két villája közé rúgja a labdát. Ez egy extra pontot jelent, ha pedig itt újra neki mennének és bevinnék a célterületre 3 yardról, akkor az 2 pontot eredményezne, de itt egyértelműen az 1 pontos kísérletnek áll neki az Antoinette. Sándor Gergő jelt ad a long snappernek, leteszi a labdát és érvényes. Így van, jó, tehát 7-0, Zács György értékesítette az extra pontot. Ezek is nagyon fontosak lehetnek egyébként a mérkőzés folyamán, ezek az 1-1 pontok. Nagyon fontos, hogy a csapatok megtalálják azokat a biztos lábú rugókat, akik ezeket az extra pontokat azért mindig beváltják, hisz azért az 1 pontok, azért az a sok 1 pont azért szépen össze tud gyűlni. Hát igen, látunk mérkőzéseket, amikor a mérkőzés adott fázisában borzalmasan hiányzott az az 1-1 extra pont, ami kimaradt a mérkőzés közben. Hogy ez mondjuk akár amiatt marad ki, mert hogy 2 pontost választ egy csapat, megpróbál kockáztatni, vagy mert ugye mellé rúgta a rugó, ez gyakorlatilag abban a helyzetben már mindegy. Amit a Gábor is elmondott, hogy kickoff-val kezdődik a mérkőzés, és mindig kickoff-ot láthatunk, mindig kezdőrugást láthatunk pontszerzést követően, és a pontot szerző csapat rúgja el a labdát, a pontot kapó csapat pedig visszahordhatja, és ugye ezzel minél közelebb kerülhet az első kísérletnél. Nagyon a szélére megy a labda. És ha kiengedik, akkor ez büntetés lesz. Ugye kezdő rugásnál van egy olyan szabály, hogy a labdának a pályán kell maradnia. Hát legalábbis ugye, amíg hozzá nem ér valaki. Tehát, hogyha ez egyenes úton kimegy, akkor az büntetés. Ugyanis ugye addig nem ér a labda, amíg nem ér hozzá bármelyik játékos. Ugye ezt meg lehet szerezni a rugócsapat játékosának is. Kickoff out of bound, kicking team, 30 yard büntetés után a 35 yardosról fogjuk első kísérlettel folytatni. Nyilván nem 30 yard büntetés, tehát ugye nem szó szerint kezd érteni, hanem a 35-ösről fog érkezni a labda. Igen, ne felejtsük el a tombolát, egyébként már fölhívták a figyelmet, Bájos csillíderek osztogatják és ajánlják. 500 forint egy tombola, azonban nagyon érdekes nyeremények vannak. Így van, ismét a Harman felajánlásából fantasztikus hangos hangeszközök, illetve a Fezen felajánlásával pedig Bianco jegyeket lehet nyerni, illetve nézzük meg azért gyorsan ezt a futást, ami nagyon szépen sikerült. Egy nagyon komoly blokkot osztatta ki, egy kád blokkot Lekrinszky Márknak, és ez megkönnyítette azért a futójátékos sorsát. Abszolút szabályos, egyébként az gyorsan teljesen szabályos. Szögezzük le, hogy egy szabályos kád blokkot láttunk. Ez gyakorlatilag arról szól. Nevezzük mély blokknak, így még könnyebben érthető. Igen, csak ugye a sok sportban a mély blokk ugye már szabálytalanságot jelöl. Itt ugye szabályos, hogyha térd alatt gyakorlatilag beugorva elsöprik a védőjátékos lábát, ezzel gyakorlatilag földre terítve a védőt. Abszolút szabályos és használható technika. Szóval Rittinger egy szépet futott ebből, 6-7 yardért. És mint egy középső futás. Itt viszont amit szépen visszatolnak. Nincs tovább. Gibraj régen volt, aki azonnal meg tudta állítani. A 32-es játékos, aki bizony Bence. Szóval visszatérve a tombolára, tehát Fezen Bianco jegyeket lehet nyerni. Harman felajánlásából fantasztikus fülhallgatókat, hangfalakat, illetve ajándéktárgyakra beváltható kuponokat 1000, 3000 és 5000 forint értékbe. Tehát 500 forintért lehet venni egy ilyen tombolát, és a cheerleaderek azért járkálni fognak, és ajánlgatják. Én mindenkinek én is azt ajánlom, hogy tegye próbára a szerencséjét. 3. és 2, egy középső futás. És megvan a first down, azért ezt rögtön szögezzük le, Rittinger. És lent maradt egy fehérvári játékos, Lekrinszky, hogyha jól látom. Rittinger first down futott. Igen, most ugyanaz a technikát láttuk, és egyébként ugyanúgy szabályosan, csak egy kicsit ugye oldalról, hogy nem számított annyira rá Lekrinszky, föl is áll. Tehát igazából az igen, egyik lába sopott. Igen, a is azért elég szigorú szabályai vannak, hogy honnan követheti el az ember. Nyilván hát pontosan ez is... ezért, hogy legalább perifériából az utolsó pillanatban nem árt, hogyha meglátja az a
védőjátékos, mert nagyon csúnya sérülés lehet belőle okozni. Abszolút szabályos volt, az egyik lábát sikerült kisodorni, és ez volt ugye kellemetlen a védő számára. Első és 10. Nagyon közel a félpályához a Cowboys 2 csapata. És nem sikerült elkapni. Egy kicsit szerencsés helyzet volt. Glavocsavics Jaroszláv volt, hogyha jól láttam. Igen, Glavocsavics Alex már a kezében volt megint egy pillanatra az elkapónak, de még ugye nem birtokolja ilyenkor. Tehát azért ahhoz, hogy megüthesse a védő, nem kell birtokolni a labdát, csak hozzáérnie a birtokláshoz, meg körülbelül egy másodpercnek vagy egy lépésnek azért nem árt eltelni, hogy a játékvezetők is birtoklásnak ítéljék azt a labdaérintést. És most ezt használta ki Glavocsavics. Második és 10, ugye a sikertelen passzjáték során ugye a játék indítása helyére teszik vissza a labdát, ugye ezért van, hogy az első és 10-ből így második és 10 lett. Igen, és ilyenkor ugye a támadóra is megáll, vagyis hát a mérkőzés óra, nem a támadóra természetesen. Egy irányító futás. És volt egy középső futás nagyjából, és ilyen késleltetett irányító futást láttunk, tehát úgy tett Rittinger, hogy... Oda. Bocsánat, Rittinger, hogy mintha passzolni akarna, megvártam, míg ugye a védők hátra lépnek, és abból megindulva gyönyörű szépen 8-9 yardot sikerült felszednie, tehát 3. és 1, tehát mindössze 1 yardot kell megtenni ahhoz, hogy folytassák a támadás sorozatot. Nagyon jól halad most a Cowboys 2. Igen, Kovács Barnának, a védőfalembernek sikerült megállítani őt. Már az Entroners tér felén a Cowboys 2 támadása. Ott egy blitz, egy behívott. Ott láttunk! És kiesik a labda! Ugye ezt meg lehetne szerezni, de belefújnak a játékvezetők. Tehát azt mondják, hogy már lent volt az irányító. Amikor megütötték és kisodorták. Ugye ilyenkor is természetesen a szerelés mínuszos és érvényes. Ugye ezt nevezzük szeknek, mikor az irányítót még a mínuszon gyakorlatilag zsebben ugye megfogják. Fantasztikus volt a snap count Kevin Sepptől, tehát nagyjából ugye az azt jelenti, igen, hogy nagyon határeset volt, hogy pontosan kiszámolta azt, hogy mikor fog indulni hátra a labda, és ő abban a pillanatban már ott volt a kezdő vonalnál, és nagy lendületet tudta az irányítót kergetni, így nem is sikerült a játék. 4. Igen, ugye van egy neutrális zóna, nagyjából a labdának a szélessége, körülbelül amit ugye nem sértett meg a védőjátékos a labda elindítása előtt. Glavocsavics ugye megint kihasználja, hogy hozzáért az ellenfél, gyorsan meg is löki, nehogy véletlenül a kezében ragadjon a labda, ez megint egy érvénytelen passz kísérlet, megint megáll ugye a mérkőzés óra, 3 perc 6 másodperc, ennyi van hátra az első negyedből. 7-0-ás Fehérvár Entroners vezetésnél. Icipicit talán magas volt a passz egyébként, tehát úgy gondolom, ugye, hogy talán még akkor se sikerült volna feltétlenül ez az elkapás, hogyha nincs ott Glavocsavics, de hát nyilván biztosított ebben az esetben. Első és 10. Tehát a negyedik ugye, kísérlet... még nem láttunk ma, bocsánat, tehát kifutottak ugye a kísérletekből, tehát mikor a negyedik kísérletet nem felszabadító rúgásra vagy mezőnyrúgásra használja fel egy csapat, hanem olyan pozícióban van, ahol úgy látja, hogy nincs értelme pántolni, kapura rúgni, meg még nagyon messze van, akkor ugye neki mennek, most ők neki mentek, de nem sikerült, és most úgymond kifutottak a kísérletekből gyakorlatilag, és így került a Fehérvár Entroners ez a labda birtoklás joga. Erős Márk indul meg lábon. Erős Márk még mindig nem tudják levinni Erős Márkot. Most leviszik. Nagyjából 12 yardra belőle újra sikerült futnia. Újabb első kísérlet jogot szerzett a Fehérvár Entroners. 59-essel ismét Seres Attila. Attila. Mindenhol a pálya, minden szegletében megtalálható ez a fiatalember. Nagyon szépen ért ki most is, de hát nyilván ugye 12 yard futás után. Tehát Erős már nézte, kereste az elkapóit, tehát nem egy klasszikus rajzolt futás lett volna, de Erős úgy vette észre, hogy nem lenne értelme elpasszolni a labdát, hanem inkább saját maga lábon próbálta meg. Úgy látjuk, hogy sikeresen is. Nézzük, Szakácsi, még mindig tapadnak, Szakácsi Ákos ki tud szabadulni, a 20-ason, a 10-esen, és touchdown Szakácsi Ákos! Gyönyörűen találta meg a rést, és látszott, hogy onnantól kezdve a maximum saját lábában esett el, mert nem volt igazából ellenfél a környéken, nagyon szép légüres teret talált a célterületig. 13-0, és már érkezik is Zász György az extrát végrehajtani.
Nagyon szép futás volt, és megint nagyon szép falmunka, azt hagyom eljem ki. Tehát nagyon szépen megcsinálták a helyet, nagyon jók voltak a blokkok, volt egy-két misztekül is, és nagyon jó volt Szakácsinak ezek a gyors irányváltása, amit nehéz lett volna lekövetni. Utána pedig óriási szabad hely nyílt középen, nyilván ez már az miatt volt, hisz kicsit később alakult ki a játék. Nézzük csak az extrapontot, kicsit magas volt, de én úgy látom, hogy bent van, de mindjárt megmondják a játékvezetők. Így van, megvan, Zács György berúgja, és 14-0. Ugyanikor egy picit magas ez a hátra dobott labda, az az időzítésen rontat sokat. Ugye ilyenkor a védőcsapatnak van lehetősége leblokkolni a labdát, sőt, akár azt ugye meg is szerezni. És most ebben az esetben ugyan egy picit magas volt a labda, de még bőven azon a területen belül érkezett, ahol Sándor Gergő le tudta szedni a levegőből, meg tudta szelidíteni a labdát, és minél gyorsabban ugye úgy tudta lerakni Zász Győrnek, ahogyan ő azt szereti. Így van, tehát az nagyon fontos ebben, hogy ilyenkor általában a rugók a snap pillanatában már majdnem, hogy nekifutnak. Így van, hiszen így jön ki az időzítés, ő nem várhat ki nagyon. Igen, mert hogyha ő akkor indul el, amikor már letették a labdát, akkor már borzasztó későn van, akár a KBS-nél, akár bármelyik másik csapatnál, a szélső játékosok nagyon gyorsak, és nem is lehet igazán jól megblokkolni őket, addigra ők már beérnének, ha akkor indulna el. Ezért veszélyesek az ilyen magas snappek, most sikerült Sándor Gergőnek megszelidíteni, és gyorsan letenni a labdát. 14-0-ásnál Zács, szép, és megint egy rövid rúgás, egy jó labda. Magas, ez most nem valószínű, hogy ki fog pattogni. Ott viszont nincs. Hey. Pap Robert indult el a labdával. A Pap Robert próbált elszökni. De Antonio Rón résen volt. 26-oson talán, 26-osra teszik le a labdát. Igen, jól látod, és ugye itt a jobboldali hashmarkhoz. Ezek azt jelzik, hiába megy egy támadás nagyon szélesen, ennél szélesebbről nem indítják el ugye a centerek a labdát. Ugye a felállásoknál azért van jelentőség, hogy melyik oldalt hagyjuk egy kicsit hosszabbra. Nyilván itt a rövid oldalon nagyon besűrűsödik akár egy három elkapós felálláshoz a terület. Könnyebb talán egy kicsit össze egymásra tolni a védőknek az elkapójátékosokat. Egy középső futás, és egy nagyon szép szerelés. Goricsán Mário ért oda. Goricsán Mário. Középső linebacker, nagyon jól olvasta. És Pizon Bence volt az, aki futott. Tehát nagyon jól olvasta a játékot, és azonnal a középső linebacker be is érkezett. A linebackereknek hívjuk a védőfal mögötti három, olykor négy játékos, sőt, Magyarországon van, amikor öt játékos is van linebacker pozícióba. Nyilván az NFL-ben ez kicsit máshogy van, de vonatkoztassunk el ettől, hisz az NFL azért már egy teljesen más szint, egy teljesen más futball. Második és 9. Kicsit mély a snap, föl kell szedni. Igen, gyors screen pass. És nem sikerült érvénytelen az elkapás. Vida Máté felé szállt a labda. Marad ugye nyilván a 9 yard, és most már harmadik kísérlet. Maga a screen pass lényege ugye az, hogy az irányító gyorsan megkapja, és azonnal szabadul is a labdától. Itt nagyon bal szerencsés volt ez a mély snap, hisz ahogy ugye össze kellett még szedni az irányítónak, nagyon kevés ideje volt elpasszolni, és ez miatt ugye gyakorlatilag össze is omlott a játék, maga a blokkolási séma is összeomlott, nem sikerült jó játékot kicsikarni belőle. Igen, Sándor Mátyás mondjuk szépen szedték ki a játék elől. És Lekriszki ezt oda! Goricsán Mário pedig rajta van a labdán! Lekriszki már! Hát ugye az a kérdés, hogy a labda az ugye már és útján van, volt-e? Labda az Entron RC! Tehát mivel ugye már előre felé haladt az irányító kezében a labda, ilyenkor ez passzkísérlet, és mivel Fehérvári kezébe került a labda, így ez egy újabb labdaszerzés. Tehát egy kierőszakolt fánből Lekriszki nevé mellé, és Goricsán Mário nevéhez pedig egy visszaszerzett fánből volt. Amit te mondtál, igen, tehát ha az irányító keze elindult volna előre, akkor incomplete passt mondtak volna. Viszont ez nem történt meg maga a passz kísérletével, amikor még hátrafele mozdult a kar, azt ítélték a játékvezetők, hogy ez történt, és ilyenkor szabad labda, tehát kiütötték az irányító kezéből a labdát. És mire elmondom, már itt vannak. Igen, nagyon örülök, hogy helyesbítettél, mert szépen megmásítottam az amerikai futballszabályokat. Természetesen úgy, ahogyan mondtad. Így a helyes, ugye mikor még nem indul el a labda az irányító kezében, ugye addig üthetik meg, utána pedig hát már azért a kezében 12 ember a defense-ben, 5 yard büntetés, marad az első kísérlet. Hát egy felállásbeli kis keveredés a védőcsapatnál.
gyorsan ugye lemegy a plusz ember. Gyorsan kellett reagálni a Quabbels védelmének, tehát nagyon gyorsan kellett visszajönni, és valószínűleg ez okozta a kavarodást, és ezért voltak 12-en, hisz ugye a labdavesztés miatt gyorsan föl kellett érkezni. Első is 5, ez nagyon ritka, de előfordul. Erős, egy hosszú passz, erős, és Fevényesi Marcellnél van a labda, touchdown! Fevényesi Marcell touchdownjával 20-0-ra módosul az eredmény. Ugye Gábor a mérkőzés elején azért egy olyan elszólás ugye tett, vagy hát nem elszólás, természetesen ugye a Cowboys 2 az ellenfél, hiszen ugye, és azt is jól mondtad, hogy ők a Cowboys képviselik a mai napon, természetesen ugye a Cowboys jövő héten ugye az első osztály döntőjében érdekelt, feltehetőleg azért mindenki, aki mozdítható innen a kettes csapatból megpróbálták oda felvinni, elég szűkös létszámban is vannak, és hadd mentsem egy kicsit őket, hogy ez az elcsúszás, ez azért abból is adódott közben, ugye az Ács berúgja az extra pontot, ponzás, Győrnek sikerült. Azzal, hogy őt is bemondom, tehát hogy a Cowboys csapata ugye valószínűleg ennek köszönhetően egy kicsit tartalékosan is érkezett a mai mérkőzésre, és ugye mivel oda-vissza játszik egy-két emberük, így még könnyebb ilyen felállásbeli problémákat összehozni. Így van, ahogy te is mondod, azért nyilván senki se fogja megkövezni a Cowboys vezetőségét, hisz azért a HFL a legmagasabb osztály döntőjébe szerepelhet a csapat, és azért ez nem kis dolog. Egyébként, ha már szóba hoztad, a Miskolc Steelers-el fog jövő héten játszani a Budapest Cowboys. Utána egy hétre pedig itt Fehérváron láthatunk egy nagyszerű döntőt, a múlt heti mérkőzés egyfajta visszavágóját, ugye az évek alatt kialakult Fehérvár Entroners Budapest Eagles rivalizálás egy újabb fejezetét itt a First Fielden 15-én, ami egy szombati nap. Két hét múlva mindenkit várunk oda is. Szép magas kirúgás is, nem sikerül elsőre megfogni, de másodikra sikerül, azonban igen, ott Szakácsi. Szakácsi, de nem sikerül levinni. Azt nem besegítenek neki a társak. Olajos volt talán. Olajos Dávid ért oda utána, igen, besegített a társnak. Nem volt elég jó a fogása, abból valószínűleg ki tudott volna még jönni, ahogyan ugye megfogta, ez running back, ugye? Tehát azért az amerikai futballban azt tudni kell, hogy az alapképzésben azért próbálnak a legtöbb játékosnak megtanítani mindent, de azért annyira speciális pozíciók vannak, hogy nagyon nagy időveszteség lenne, főleg itt Magyarországon, amikor sokan bőven 15-16 év fölött kezdik el ezt a sportot, sőt, akkor azért nincs arra idő, hogy mindent megtanítsuk az alapoktól a játékosoknak. És hát azért egy running back részéről nem is feltétlenül alapkövetelmény, hogy ő tudjon úgy ütközni, hogy le tudja vinni az ellenfelét. És ebben volt egy kis technikai hiba most Szakácsinál. Viszont a futásban egyelőre nincs technikai hiba. A védelem szépen megállítja a labdával elinduló irányítót. Nagyon sok ez az irányító futás középen, de egyébként okosan van ez kivitelezve. Nem vagyok teljesen biztos, hogy rútot futnak-e a receiverek, de ha így van, akkor aztán ez plusz érték. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy az irányító hátralép, körbenéz, megnézi, hogy passzolhat-e, és utána szépen fellép. Szépen késletetve, ahogyan mondtad is. Az üres helyekre, az üres és megüresedett zónákba érkezik az irányító. Ez egyik nagyon jól működik, azért ezt láthatjuk. Most is második és 7. Igen, megint 3 yardot felszedett ezzel Rittinger. Szépen megy. Támadóidő számlálója, már csak 2 másodperc, de még időben elindították a játékot. Rittinger visszalép és passzol. Passz játék, egy kicsit hosszú volt. Ott nagyon le volt fedve az a terület. Nem sok esélye lett volna az elkapónak, persze ki tudja, tehát azért látnokok mi sem vagyunk, de elég sok fehérvári védő szorításában volt ott az elkapó játékos. Maga a passz azért úgy tűnt, hogy egy icipicit hosszú, igen, de maga üres területre ment, tehát azt nem mondhatjuk azt, hogy biztos rossz ment a passz dobása. Volt. Igen, igen, abszolút azt gondolom, hogy ez egy nem volt rossz dobás. 14 másodperc van az első negyedből, és nagyon remélem, hogy ezek a csúnya felhők, ezek nem hoznak esőt, mert az a különleges helyzet jött, hogy most nekünk nincs ponyva a fejünk felett, és hát felvillanyozó lenne, hogyha a mikrofonunkra esne a víz, de nézzük azért a passzjátékot, ami sikeres, és meg is van a first down. Vida. Sándor Mátyás és talán Kuti Péter volt, aki odaért. Igen, Vida Máté elkapását követően újabb first down szerez a Cowboys. Megközelítve ezzel a félpályát újra. Sárga zászló van viszont, amit én nem vettem észre.
jogosulatlan elkapó a passz során, 84-es számú játékos, offense, 5 yard büntetés, megismételjük a kísérletet. Tehát az történt, hogy minden, ahogy már elmondta Dani, és nagyon-nagyon sok dolog le van fektetve az amerikai futball szabálykönyvébe, kik a jogosult elkapók. Na most ugye az történt, hogy pontosan az, aki paszt elkapta a 84-essel, Vida Máté, ő jogosulatlan elkapó volt, valószínűleg a felállásból adódóan ő nem kaphatott volna labdát. Ezt vették észre a játékvezetők nagyon jó szemmel. Így 5 yard büntetés, és megismételve természetesen a harmadik kísérletet. Vége az első negyednek. És az első negyed végén 21-0-ra vezet a Tentronet a Budapest Cup-vel szemben, Budapest Cup-vel 2-vel szemben, bocsánat. Egy gyors térfélcserét követően pedig folytatódik a mérkőzés, ugye ilyenkor nincsen hosszú szünet, mint a fél időben, de hát a fél időben is azért azt az időtartamot megpróbáljuk elütni, tombola sorsolással, cheerleader bemutatóval és utána a Fehérvár ifjúsági fúvószenekar műsorával. Mindenképpen biztatom a kedves közönséget, hogy akinél van 500 forint, nyugodtan áldozza egy tombola jegyre, nagyon értékes nyeremények vannak mai napon is. Nyilván akinek buszjegyre kell, azra semmi kép sem, mert gyalog azért nehezebb hazamenni. Viszont így, hogyha tényleg valakinek van fölösleges 500 forintja, érdemes megpróbálni a szerencsét, próbára tenni, bár már párszor megfenyegettek, hogyha nem húzom ki azt a számot, amit megvásároltak, akkor megvárnak a kapuba. Én mindig a hátsó bejáraton távozok. Mindig a hátsó bejáraton távoztál, igen. Onnan tudom, hogy én is általában veled szoktam menni. És már is indul a második negyed. Közben ismét egy zászló, és Ibrai Régen csinál egy szekket. De nézzük meg, mi volt a zászló. Igen, ilyenkor nagyon fontos, nagyon szépen dolgozott a védelem, de ez mit sem ér, ugye, hogyha ők vétettek ugye szabálytalanságot, ha pedig az offenz, akkor ugye szegény embert még az ág is húzza esete. Gyors egyeztetés. Illegal formation, offense, 5 ember a backfielden, a büntetést a defense nem kéri, negyedik kísérlettel folytatjuk. Kettő dolgot mondok el gyorsan ennél a szabálytalanságnál. Ugye, ahogy mondtam, kötött az, hogy az offense hogy áll föl, 7-es darab embernek kell a kezdővonalon állnia mozdulatlanul. Igen, erre is van külön egy játékvezető, aki jelzi, hogy fenn van-e a vonalon a játékos, megvan-e ugye az 5 alap általában ugye a falakkal, és az elkapók közül még kettőnek, vagy egy tight endnek ugye fel kell állni a vonalra. És akkor a másik szabály, ami nagyon fontos, van egy olyan lehetőség, hogy kérik-e a büntetést, vagy sem. Ugye itt most nem kérték a büntetést, hisz egyedik kísérlet lett. De nézzük a pántot. Ott majdnem rá tudták lökni Kevin Seppet a labdára. Nem biztos, hogy feltétlenül okos dolog volt oda sétálnia, de szerencsére nem sikerült ez a rúgó csapatnak. Így most ebből a pozícióból indulhat ugye a fehérvári támadás. Nagyon van, közel a defense, az nagyon jó munkát végzett félpályájához. Ez ugye a helyes kifejezés. Előbb-utóbb meg fogom találni. Ismét leparancsolták a Cowboys 2 csapatát. És első és 10 természetesen a pánt után, ez a felszabadító rugások nagyon-nagyon fontosak, hogy minél messzebb kerüljenek el, minél később, minél távolabbra kelljen újabb támadást indítani. Első és 10 erős labdával. Ez egy eddig jól végrehajtott screen pass, ugye, amit már láttunk a Kábrasz részéről is. Tóth Nándor még mindig tapott. Még ott csasszézik, és ott fog földet érni. Már az ellenfél tér felén a Fehérvár Entroners, nagyon szép elkapás utáni mozgás, ugye. Tóth Nándor lábon még jó pár yardot szerzett csapatának. Most ezzel a screen passzal ugye nem volt semmi probléma, jól ment az irányítóhoz, megfelelő időzítésben fel tudta azt ívelni gyakorlatilag Tóth Nándor kezébe, aki ennek köszönhetően ugye megfelelően üresen is maradt. És lendületbe tudott jönni, ennek köszönhetően most first down szerzett a Fehérvár Entroners. Első és 10, természetesen hisz meg volt a szükséges 10 yard, egy motion játék. Mozgás. Nézzük, Sándor Gergő próbál középen futni, de nagyon szépen. Csírájában elfolytották ezt a futást.
Na lássuk, te kit láttál? Én 79-es Serfitter Dávidot láttam, aki nagyon jól olvasta a játékot, és középen megcsinálta a szerelést. Egy yardot sikerült felszednie Sándor Gergőnek. Egyébként úgy látom, hogy azért a futás alapvetőleg jól megy az Entronersnek, tehát az offensive line nagyon jól dolgozik. Tehát egy-egy hiba volt talán. Igen, itt most Sándor Gergőnek kellett olvasni a játékot, és a szélén nem alakult ki, és ezért vágott vissza ugye a falnál. Nem biztos, hogy ott most megnyílt igazából ez az út. Nem feltétlenül ez volt az elsődleges útirány. Varga Bálint. Viszont Varga Bálintnak az elsődleges útirány az, hogy minél közelebb kerüljön az ellenfél célterületéhez, hát körülbelül egy yardot sikerült cipelni a labdát. Ahova futott volna, talán oda nem sikerült részt csinálni, ezért váltott egyet, és ott már azért gyönyörűen lezárták a Cavs védői ezeket a futás réseket, igen, amiről sokszor beszélünk. Szigorított egy kicsit a vendégvédelem. Harmadik kísérlet és 7-8 yard az, amit most meg kéne tenni. Ugye más különben egy hasonló szituáció lehetne, mint az előbb a Cowboys előtt. De majd ha oda jutunk, akkor elmondom. Nézzük, erős. Van ideje, és megvan Tóth Andornak az elkapás. Tóth Andor egy sasszéval, és még egy sasszé is belefér. A tízesig sikerült eljátszania, elugrálnia Tóth Nándornak. Volt egy pillanat, ahol már szerintem nem kellett volna visszaváltania, nagyon jól tudtak volna menni előtt a blokkok. Ez az, amit ugye perifériából lát csak a játékos. Hát jó, hogy nem mondtam végig ugye azt az esetet, hogy mi lenne, ha, hiszen megvan a first down, egy gyönyörű passzjátékot követően. Olyannyira ugye most már az ellenfél vörös zónájában a Fehérvár Entroners, sőt már a tízesen belül, hiszen férek lettek rakva ugye a nyalókák is. Igen, a kilencesen kilenc van a labda. Gól gyakor, első és gól ugye. Nézzük, erős. Már magánál tartja, nem hinném, hogy innen passzolni fog. Erős, erős, fut! Ugye az fontos tudni, ahogyan ugye a labda elindítását jelzik játékvezetők, ez ugye a scrimmage line, és ugye amint ezt átlépi az irányító, onnantól kezdve már nem passzolhat előre, legfeljebb hátra passzolhatna, de hát mint láthattuk, erős Márknak eszelágában sem volt, ő lábon szerette volna lopni a yardokat, egész szépen sikerült is, nagyjából a két yardos ígért az a fehérvári támadás. Hát főleg annyira, hogy talán már az egyesen is rajta vannak, 8 yardot sikerült futni erős Márknak, tehát nagyjából megint egy yard kell ahhoz, hogy meglegyen. Varga Bálint, az, aki bearasszol. És meg is tud szaladni, touchdown Varga Bálint! Igen, dicsérted itt a... De fantasztikus offensive line munka volt. Tehát a támadó fal oldaláról azért minden dicséret megérdemelnek. Ezek a szürke eminenciások, akik teszik a dolgukat minden egyes playbe. Gyakorlatilag play by play játszanak, és gyakorlatilag őt nagyon ritkán említik meg, főleg akkor, amikor hibáznak, de most hagyj említsen meg. Az ilyen egyardos játékoknál tényleg az offensive line-on múlik, hogy lesz-e játék belőle, lesz-e előrejutás, vagy sem. Hát most lett, és Varga Bálint gyakorlatilag szinte érintés nélkül sikerült befutnia. Pontosan ezt akartam én is kiemelni, hogy a támadó sorozat népszerűbb nevén Drive során szépen haladt előre a csapat, és az offensive fal most megint kisegítette a pontszerzéshez. Nem is kisegítettem, hozzásegítette gyakorlatilag Varga Bálintot. És Zász György ismét értékesítette az extra pontot, és 28-0-ra módosította a mérkőzés állását. Mondhatnánk, hogy a számjelzőt átfordította, de szerencsére már nem a fordítós eredményjelzőt látjuk, hanem gyönyörű digitális eredményjelzőn láthatja, akinek megfelelően jó a szeme. És azt is, hogy 8 perc, 50 másodperc maradt hátra ebből a fél időből. Nagyszerű újra közönség buzdítja a csapatát. Ugyan egyenlőre egy picit egy oldalon mérkőzés, de ugye elmondtuk, hogy azért ezer sebből vérzik jelenleg ez a Cowboys. Azért azt mindenképpen jó látni, hogy a Fehérvár Entroners csapata is annak ellenére, hogy magabiztosan játszik, próbálja azért lehetőséghez juttatni, főleg védelemben egyenlőre azokat a játékosokat, akik kevesebbet tudtak eddig szerepelni. Nem is gondolom, hogy a mai mérkőzésnek egyébként nagyon más célja kellene, hogy legyen, hiszen most mondhatjuk, hogy egyelőre egy megnyugtató eredmény kialakult a két csapat között. Ilyenkor nem feltétlenül illik Somogyi rúgta arra menni, hogy az ellenfélnek minél több pontot vigyünk. És egy nagyon jó visszahordás lehetett volna. Megmondom őszintén, hogy azt hittem, hogy ahogy a szélen futottak, én nem láttam pont a villanyoszloptól. Gajita Zoltán volt, aki futott,
és visszahordta a labdát. Tehát Somogyi jött föl, és végezte a kikoffodzás, György egy picit pihent, és nyilván, amit beszéltünk, ilyenkor igyekeznek azért minél több cserejátékost bedobni, akik gyakorolhatnak azért mégiscsak bármennyire mondjuk, hogy ez tét nélküli, ezt mindig erősen idézőjelbe tegyük, mert se a Cowboys 2, se az Entroners nem úgy jött, hogy pucira akarják verni egymást. A Cowboys 2 egyértelműen nem, hiszen ők a bronzéremért csatában vannak gyakorlatilag a Miskolc Renegész csapatával. Ugye a múlt heti győzelmüknek köszönhetően. És ismét levédekedett Glavocsevics Alex! Tehát nekik azért a pontarány abszolút nem mindegy. Nagyon szép levédekedett passz volt, ez a pass deflection elnevezést szokták illetni, tehát egy leütött passz. Nyilván nem egy interception, de azért ez nagyon-nagyon fontosak, és demoralizálók is lehetnek, főleg ha azt nézzük, hogy ugye már a kezedben van a labda, és akkor ütik ki egy védő, hát borzasztó élmény mondjuk így. És védő szempontból is más az, amikor valaki határozottan ezzel a szándékkal megy oda, hogy leüti a labdát, meg az, mikor megpróbálja elkapni és kiejti. Tehát azért ez mindenképpen egy jobban mutató megmozdulás a védelem részéről. Egy kísérletetett futás az irányító részéről újra. És Kuti Péter csinálta meg a szerelést. Rittinger Krisztián lábát, de volt azért ebben 3-4 yard. Harmadik és 6. Továbbra is az irányító futás után ezek a legveszélyesebbek a Cowboys 2-nél. Igen, mert nagyon okosan olvassa az irányító, hogy hol nyílik meg a terület, hol van az a pár yard, amit fel lehet szedni a játékból. Ugye azért, ha ez sikerülne úgy következetesen egymás után megcsinálni, akkor azért ebből nyilván first down-okat is lehet felszedni, hiszen ez a 3-4 yardos átlag, ez nem rossz. Harmadik és 6. Kicsit mély a snap, passzjáték, és hosszú! Nem tudom, hogy a rút volt pontatlan, vagy az irányító nézszer egy picit el, de megint üres területre ment ugyan a labda, de nem volt elég pontos. Negyedik kísérlet, és még mindig a saját területén a Cowboys 2, én úgy gondolom, hogy el fogják rugni. Igen, saját célterület, saját térfélről, nagyon megküzdök ezzel a célterület térfél dologgal. Onnan azért nem szoktak mezőnygólt rúgni Magyarországon, de az NFL-ben sem. Neki menni a negyedik kísérletnek pedig nem valószínű, hogy ennél a mérkőzés állásnál olyan sok értelme van, tehát már fenn is van a fántot végrehajtó játékos, és Sipszó a játékvezető részéről, Fóra Kamilló egyébként, aki el fogja végezni a pántot. Valami talán nem volt minden rendben, lehet, hogy hiányzó felszerelés lehetett. Lehetséges. Hogy hiányzott a fogvédő például, hogy ezt észreveszi egy játékvezető. Lehetséges, mert a játékos ment le, és büntetés nem kapott belőle a Cowboys. Igen, lehet, hogy ez volt, hogy a fogvédő nem volt bent. Kicsit rövid az a snap, ugye nehéz dolga van a Panthernek, nincs nagyon ideje elrúgni, viszont ezt képest egy jó pántot láthattunk. Átcsorgott gyakorlatilag az ellenfél 36 yardosáig, ha jól látom. Fóra Kamilló volt, aki elrúgta a labdát. Ahhoz képest, hogy milyen közel kerültek hozzá, azért kihozta talán a maximumot belőle. Igen, egy kicsit közel járt most azért a fehérvári defense, hogy leblokkolja ezt a pántot. De helyén volt a Panther szíve. És még ebből a nagy szorításból is ki tudta rúgni a labdát. Tehát jöhet újra fehérvári támadócsapat. Újabb labda birtoklás cserét láthattunk. Erős Márk, egy screen Bakonyvárinak. Bakonyvári elindul lábon előre, nagyon-nagyon begyújtja a rakétákat. És a 40-esen is túl van a 30-ason! És egészen a 25-ösig tudta elvinni a labdát. Igen, nagyon szépen megfogták lábon, onnan már nem volt esély tovább menni. Itt a Zoltán volt, hogyha jól láttam. Őnek is sikerült megragadni Bakonyvári lábát. És ebből a fogásból már nagyon nem egyszerű kijönni. Maximum sérülések árán, hát azt meg vajon minek kockáztatta volna az elkapó játékos. Kapott egy jó blokkot itt Szakácsitól a szélen, csak hát belülről még jött 3 játékos. Ő inkább mögéjük próbált visszavágni gyakorlatilag, amikor megfogták a lábát, de már az ellenfél tér felén az Entroners, Varga Bálint középső futása. Bár elsőre úgy tűnt, hogy azért egy 5-6 yardos futás volt, nem biztos. Nem biztos, mert a defense line azért szépen összezárt. De tévedtem egyébként, ez egy 5 yardos játék volt.
szépen betolták. Igen, az a vonalak egyébként most engem is egy picit megzavartak, el van csúszva azért itt a történet. Igen, mert azért volt, azért a D-line fogta meg ezt a futást, mert az offenzív fal nagyon szépen be tudta tolni ezt a 4-5 yardot, tehát azért ez is kiemelendő. És igazából belátták, nagyon szépen váltak le, onnantól kezdve valóban szép volt a D-line munkája, csak ugye már mínusz 5 yardon. És Pető kapja a labát, Pető, és ki lép. Emeljük ki ugye itt is ezt a szabályt, hogy az NFL-hez szokottak két lábas elkapásokhoz szoktak itt Európában, és ugye az egyetemi szabályrendszerben, amiben egyébként nagyjából itt Európában is játszunk, egy lábas elkapás is bőven elég, tehát egy lábnak elég a pályán lenni, utána akár ki is léphet a játékos, miután fogja a labdát. És nagyon közel megint a célterülethez. Nagyon pontos passz volt egyébként, és nagyon jó játékhívás volt, a pálya szélét támadta meg az Entroners, Petőnek pedig magabiztos volt az elkapása, nem tudott igazából hardot felszedni pont ezért, de nézzük Szakácsi ezt, Szakácsi Ákos körbefutja, körbefutja a védelmet, körbefutja a védelmet! Elképesztő sebessége Szakácsi van. Ákos! Szakácsinek elképesztő sebessége van, azért amikor be tudja gyújtani a rakétákat, nagyon nehéz utolérni, és az oldal irányba nézte, hogy hol van hely, látta, hogy igazából nem érdemes visszavágni, és egészen átjött ide az ellenfél célterületének a széléig, itt adódott lehetőség. Újabb pontot szerez az Entroners, 34-0, és most megint nem mondok el egy szabályt, amit majd csak akkor fogok, hogyha az Ács berúgja. Tehát 34-0 Szakácsi Ákos futásával. Jó a snap. Egész szépen átjött a védelem egyébként. Úgy látom, hogy talán megvolt, és meg is van! Éppen, hogy átpattant azért. Zács György! Szépen kicentiszte Zács, és most már elmondom, hogy 35-0-nál ugye szintén egyetemi szabály, a mercy rule, tehát a kegyelem szabály életbe lép, ugye, hogyha egy csapat legalább 35 ponttal vezet, akkor onnantól kezdve folyamatosan fut az orra, de rögtön elmondja a játékvezető. A két csapat közt a különbség 35 pontot elérte, ezért a kickoff után az első játéktól mercy rules érvényben lép. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy amikor valami olyan okból, mint mondjuk játékvezetői, vagy időkérés, vagy mondjuk egy játékvezetői időmegállítás, ettől eltekintve ugye mindig futni fog most már a mérkőzés órája, akkor is, hogyha ugye oldalt kilépnek, vagy sikertelen passzjáték után is. Somogyi. Most pedig szép magasan 15-ösig elment az a labda, onnan indulhat vissza az ellenfél. És egész sokáig sikerül visszajönni. Pap Robert volt, ha jól láttam, ugye? Van két tízes az ellenfélben, de az egyiknek ugye át van húzva a számozása. Ez különbözteti meg őket, és most Papp volt, aki futott, ő az, akinek nincs áthúzva a tízes száma. Tehát, amit elmondtad, incomplete passnél ugye alapból megállna az óra, ha kilép oldalra a labdás játékos megállna az óra, ezek nem fognak megtörténni, tehát folyamatosan fut, időkérés persze ez alól kivétel. Tehát, aki az esti filmre nagyon siet haza, annak most nagyon jót tett a hazai offense. Természetesen, aki meg sokáig szeretné élvezni a mérkőzést, annak kevésbé. És egy nagyon gyors szerelés ismételten. Jó lett volna egyébként a blokk séma. Goricsán Mário volt, aki odaírt. A futásra nagyon jó olvasna. Volt az, aki futott. És minuszba állította meg ráadásul Goricsán Mário a futót, ami azért nagy dolog. Szóval igen, Gibrai régen lett... is szépen átért, de ő... kizárták venni a játékból, nagyon szépen. Kizárták egyébként a játékból, viszont így nem maradt ember Goricsán Márióra, aki odaért, és megcsinálta a középső linebackerként a szerelés. Nyilván neki ugye ez a feladata, a középső linebackernek ugye a középső futásokat kell ütnie. Borzasztó darálós pozíció. Passzjáték. Passzjáték, és jónak tűnik Pap Robert! Sándor Mátyás és Mizda Péter közös erővel. Sándor elkapta Mizda, pedig még rálökött egyet a fogásban lévő játékosról, hogy véletlenül se tudjon tovább menni, feldöntse igazából. Ugye, amit még nem mondtunk el erről a mercy rule-ról, azért egy mondattal még hozzátenném, ugye ez azért alakult ki, hogy esetleg két csapat között kialakulna
egy nagyobb erőkülönbség, akkor abból ne lehessen egy erődemonstrációt tartani, ezzel semmiképpen se tudja megalázni ugye az ellenfelet, a úgymond erősebb csapat. Főleg ez azt gondolom egyébként itt Európában nagyon okos szabály, főleg ahol esetleg fiatal játékosokat kell bejátszatni, nem gondolom, hogy ott egy-egy mérkőzésen ilyen törést kell okozni emberekben. Időkérés, offense, első csapat időkérés. Amit még ugye nem mondtunk el, és most ideje az, hogy 3-3 időkérése van mindkét csapatnak egy fél időbe. Ezt most a KBS 2 csapata kikérte az elsőt, és ekkor áll meg az óra, amit beszéltünk már korábban is. Amit te is mondtál, pontosan ezt védi ez a szabály. De nagyon fontos, hisz a KBS 2 abszolút arra megy rá, hogy azok a játékosai, akik kevesebb szerephez jutottak, vagy esetleg juniorok is bele akarnak játszatni a felnőtt csapatok hangulatába, a felnőtt csapatok tempójába, azt igenis játszhatják minél többet, hogy majd, amikor a nagy csapathoz, akár Belsz első csapatához csatlakozhassanak, azért minél több rutint szerezzenek. Nyilvánvaló, az nem feltétlenül épületes, hogyha ha nagy a pontkülönbség, de ne felejtsük el, hogy például a KBS 2, ha jól emlékszem, 27-re győzte le a Miskolc Renegédszet egy-két hete, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lenne egy jó csapat. Igen, és mondtam, ők ugye bronz csatában most harcban vannak, nekik ugye ma nagyon fontos lenne, hogy ne kapjanak sok pontot, vagy ugye egy esetleges győzelemmel egyértelművé válna az, hogy ők a harmadikak. Nyilvánvalóan egyébként a Mercy Rule-nak van egy másik oldala is, hogyha véletlenül valami pálfordulat történne a mérkőzésben, akkor ugye kevesebb az ideje. És egy óriási ütközés! Hát akkor kevesebb Mézes az ideje Ádám. A csapatnak ugye visszakerülni a mérkőzésbe. Hát Mézes Ádám tehet róla, hogy nem nagyon tudjon mérkőzésbe visszajönni most a Cowbells. Negyedik kísérlet természetesen. Nagy Roland volt, akinek az irányába szállt ez a passz. Tehát abban a pillanatban, hogyan hozzáért a játékos a labdahoz, már hátulról ütést is kapott, és ugye ilyenkor, ha nem kézzel nyúl érte a játékos, akkor a válvidőről nagyon könnyen lecsorog a labda. Egy újabb pánt felállás, Fóra Camillo az, aki elvégezheti a pántot. Kicsit lapos megint. Nem, de jól pattan vissza. Kicsit szerencséje volt a Panternek, Sándor Gergő pedig elindulhat a labdával, sikerül megszelítenie egyből. Sándor elindul, már kapja a blokkokat. Is. És nagyon sokáig jut. Elég szépen el tudott jutni egészen az ellenfél 41-esig. Nagyon szép visszahordás. Igen, ugye elengedhetetlen, hogy blokkokat kapjon maga előtt a labdát birtokló játékos. Nyilván 11 védő van a pályán mindig, akinek nincs is más célja, mint hogy megállítsák őt a labdával. És hogyha ebben nem segítenek a társak, akkor ez azért záros határidőn belül be is következik. És megvannak azok az eszközök, amivel ugye a támadó csapatnak a passzív játékosai úgymond segíthetik a labdát, birtoklót, hogy ne segítsék abban, hogy ne férjen hozzá a védelem a labdához. Első kísérlet, és Nardai Ádám cserélt erős Márkot az irányító pozícióba. Igen, már az első fél időben bejött Nardai. És egy lapos, rövid passzal kezdett, nem sikerült eltalálni Sándor Gergőt. Tehát Nardai Ádám is minél több szerephez jusson, minél többet játszon, ezért becserélte Pál Tibor Kornél. Már legutóbb is elmondtuk, Nardai még a hőskorba, jó pár évvel ezelőtt volt a kezdő irányítója az Entronersnek. Azóta nagyon sokat változott, nyilván az Entroners profilja is, látjuk azért, hogy teljesen más körülmények, teljesen más elvárások vannak a csapattal szembe, és Erős Márk a fiatal irányítóból a csapat vezérévé nőtte ki magát. Nardai pedig egy biztos csere, egy biztos játékos, aki ha kell, akkor bármikor bevethető. Nardai keresi a játékostársakat. Nardai. Kicsit kicsúszott az a labda, de megvan a passz. És Sándor Gergőnek meg is van a passz. Szép szerelés Seres Attilától. Ugye őt említettük már, hogy odaér szinte mindenhova. Most is odaért, de ugye csak azután, miután Sándor megszerezte a labdát. Időkérés. Offense. Első csapat időkérés. Pál Tibor Kornél pedig kikérte az első idejét. Valószínű, hogy valami vérszemet kapott, szeretne még valószínűleg pontot szerezni, kiszolgálni a közönséget. Hogy valami olyat vett észre, amit mindenképp el kell mondania, hisz most ez sem volt egy klasszikusan jól kijátszott játék. Igen, nagyon nehezen talált, elkapott. Nagyon sok idő kellett hozzá Nardainak, ami egyértelműen ugye nem az irányító hibája, hanem
játékok úgy vannak felépítve, hogy különböző időzítéssel, különböző játékosok előtt nyílhat meg a terület, és most valószínűleg ezek ugye nem alakultak ki, és egy menekülő útvonalból maradt így üresen Sándor Gergő. Ennek ellenére persze a játék teljesen sikeres, csak ugye egy edző nem azt szereti, hogyha egy B-verzió jön össze, hanem hogyha szépen felépített stratégia az működik. Így van, az offenzben nagyon fontos a tudatosság, és az, hogy tudatosan legyen fölépítve egy játék. Nyilván az esetlegességet minél jobban ki kell vonni a játékból, és talán ezt vette észre Pál Tibor Kornél. Első és 10, tehát sikerült az first down-t megcsinálni, úgyhogy újabb 4 kísérlete van az Entronersnek. És igen, azon ritka esetek egyikét láttuk, amikor megáll az óra. Nardai kimozog, Nardai keresi. A lábon akár. Nardai viszont elindul lábon, Nardai egysel! És megvan a first down, kicsit bátortalanul indult meg, de aztán miután begyújtott a rakétákat, rögtön felszedte a szükséges yardokat, Fitter Dávid volt, aki szerelt. És újabb időkérés. Időkérés, offense, második csapat időkérés. Én úgy látom, hogy mindenképpen pontot szeretne még szerezni. Szerintem Nardai volt most, aki időt kért egyébként. Lehetséges. Nyilván hát, mint csere irányító, vagy mint második számú irányító, neki fontos azért, hogy minél többet lehessen pályán, és ki is kérheti az idejét. Abszolút normális dolog, azt gondolom. Amit te is mondtál, kicsit bátortalanul indult meg, mindenképp passzolni szeretett volna, de mi vagy nem talált játszótársat, inkább lábon indult meg. 49 másodperc van a fél időből, és akkor itt gyorsan elmondom a menetrendet. Lesz egy nagyon gyors tombolahúzás, azt követően egy cheerleader mutató, majd a rezes banda húzza egészen a fél idő végéig. Meg is kapom szép lassan a tombola számait. Nézzük Nardai passzjátéket. A nyerőszámokat Nardai egyből megkapod. És Sándor Gergő megcsinálja. Sándor Gergő kiszabadul. Sándor Gergő az ötösön. És előre nyújtja meg még a labdát, hogy hát, hogyha be tudja nyújtani a célterületre, de nem sikerült. Körülbelül egy yardon a fehérvári támadás. Megy tovább az óra, tehát nem kért időt az Entronelsz. Nagyon figyelte a főjátékvezető Pál Tibor Kornélt, hogy kér-e időt. Nyilván 25 másodperc van. Igen, ha sikerülne bevinni, akkor ugye nem sok maradna. Nem adnának Nardai támadási lehetőséget az ellenfélnek. Nardai középen próbálkozik, és testben Nardai Ádám! Tehát a csere irányító is be tud futni az ellenfél célterületére. Ezzel 41-0-ra módosítva az eredmény. És dicsérjük meg megint az offenzív falat, aki jó megint nagyon óriási helyet. Nagyon szépen megdolgozott előtte az üres területért. És láttuk, hogy Nardai pont annyit akart futni, amennyire feltétlenül szükséges. Igen, és egy nagyon szimpatikus jelent, hogy a erős Márk egyből ment gratulálni az irányítótársnak. Nyilván ők azért minden napról napra, minden edzésen együtt dolgoznak, ilyenkor azért rendesen összecsiszolódnak ezek a párok, ezek a játékosok, ilyenkor megbeszélik egymással, mit láttak, és nyilván egymásnak gratulálnak, egymás sikereinek azért tudnak örülni. Zács, és... Benn van, 42-0, Zács György! És fél idő következik, a játékvezető Sipszó jelzi is. Tehát az első fél időnek vége. Az első fél időnek. 42-0-ra vezet a Fehérvár Entronelsz, és gyorsan akkor egy tombola húzással folytatjuk. Minél gyorsabban menjen, hogy minél több ideje legyen a cheerleaderöknek. És azonnal kezdődik a második fél idő. Természetesen, amikor a játékvezetők alkalmasnak ítélik a labdát. Mindenki készen áll. Fóra Kamilo az, akinek a kezdő rúgásával el fog kezdődni a második félidő. A hazaiaknál pedig Antonio Rón és Tóth Nándor az, aki beállt igazából visszahordó pozícióba. Természetesen nem csak ők hordhatják majd vissza azt, hanem akár a közelebb állók is, de az ő feladatuk elsődlegesen ugye blokkolás. Egy szép hosszú,
rugás Tóth Nándor, ezt elengedi. És ez is elhagyta. És mert oldalt pattant ki, ugye így szabálytalan, pedig nagyon jó ötlet lett volna, akár a célterületig is elpattoghatott volna ez a laszti. Jaj, hogy oldalt hagyta a játékteret, mind ugye láttuk az első fél időben is ezt az eseményt. Kick-off out of bound, offense, rúgó csapat, 5 yard büntetésen újra rúg kísérlet. Hülye, amit első fél időben láttuk, hogy a 35-ösről lehetett volna indítani a játékot, most az történik, hogy újra rugatják az ellenfél csapatával a 5 yarddal hátrébről, tehát a 30-asról kell elrúgni a labdát. És egy kicsit hátrébb tolódott Mézes Ádám is három visszahordóval most a fehérvári csapat. Nagyon nem akar megállni egyenlőre azon a bóján, ugye a labdatartót helyettesíti jelenleg. A last ide pillanatokon belül elindul útjára a második fél idő. Megint egy nagyon hosszú rugás, Antonio Rohn szerzi meg. Sikerült berugni. Középen indulna, de aztán visszavág a széle felé. Antonio Rohn megcsinálja, meg fogja csinálni! Meg fogja csinálni, a 20-ason már túl van, a 10-esen is, és touchdown Antonio Rohn! Végig sétált a pályán, hát így volt értelme újra rugatni, azt kell, hogy mondjam. Megkapta a blokkokat, és touchdown! Így van. Begyújtotta a rakétákat. Hát nem bírja ki a mai napot sem pontszerzés nélkül. Ugye ma nem nagyon látjuk őt az eredeti feladatában, a running back pozícióban. Futójátékosként viszont visszahordóként most pályán volt, és az első lehetőséget meg is ragadta, hogy pontot szerezzen. Közben kigyúltak a fények. Hál' Istennek azért nem olyan rosszak a fényviszonyok, mint a múlt héten, amikor az itt elég komoly borulás volt. Somogyi Krisztián pedig az első pontját igyekszik megszerezni a mai mérkőzésen. És csapat a 49. pontját. Kicsit magas a snap, oda is értek a Cowboys játékosok, de Somogyi értékesítette az extra pontot, 49-0. Kötélből voltak az idegei, és a San Francisco szurkolóknak egy szimpatikus eredmény. Aki nem értette volna a viccet, ugye 49ers, a nem vicc volt, teljesen komolyan csapat. Gondoltam. Tehát a 49-esek. És akkor azonnal gyakorlatilag váltás. Egy rúgó párbaj most. Somogyi nem a villák közé kell, hogy rúgja a labdát, hanem ő végzi majd el a kezdőrúgást, ahogyan ugye már az első fél idő végén jó párszor. Leváltotta ebben a pozícióban Zász Györgyöt. És két visszahordó áll föl a vendégeknél. Pap Robert, illetve Fóra Camillo, aki ugye a pántokat is, a rúgásokat is ugye el szokta végezni a mai mérkőzésen. Feláll a visszahordó csapat is most már. Somogyi. Nem túl hosszú rúgás. És ugye a második sornak rúgják oda. És nagyon okosan ráhasolt, nehogy esetleg vissza lehessen szerezni. Ugyanis a 10 yardot legalább megtett a labda előre. Onnantól kezdve a rúgó csapat is megszerezheti a labdát. Nyilván ezt megelőző ráfeküdt a Cowboys 2 játékos a labdára. 49-0 futóóra, tehát nyilván a második fél idő azért sokkal gyorsabban el fog telni, mint az első. Kap egy kis biztatást a hazai védelem. Ugye nem olyan kiélezett a mérkőzés, ezért kicsit a közönség is megmutatja magát, hiszen megérdemli a hazai védelem. És Kurusz Csaba csinálta meg a szerelés szerintem. Zászló van a pályán közben, tehát büntetés következik majd. Pillanatokon belül azt is megtudjuk, hogy melyik oldalon volt szabálytalanság. Csoblok, offense. Megfelezzük a hátralévő távolságot, megismételjük a kísérletet. Ugye, amit elmondott a játék, ez a chop block, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy védőjátékost felülről és alulról is egyszerre blokkoltak. Sérülésveszélyes, ezért 15 yard büntetés jár, de ugye bizonyos a 30-ason belül már elkezdik megfelezni a távolságot, ugye ezért nem 15 yard
maga a büntetés. Igen, ahogyan beszéltünk róla, rengeteg olyan szabálytalanság és olyan eset van az amerikai futballban, amit aki nem szokott amerikai futballt nézni, annak új lehet. Természetesen ezt mi mindig megpróbáljuk elmondani, amikor egy-egy ilyen felmerül, nyilván sokkal értelmesebb ez a verzió, mint hogy a mérkőzés elején ide ülnénk és elkezdenénk felolvasni a szabálykönyvet. Bár akkor valószínűleg mi is megtanulnánk, és néha nem mondanánk marhaságokat, de sokkal jobb ezzel a joggal élni, hogy össze-vissza beszélhessünk, meg hogy akkor mondjuk el, amikor valójában az a szituáció megtörtént, sokkal jobban megmarad az emberek fejében. Második és 25. Hoppa, egy nagyon rossz net, nagyon nem sikerült ezt. Igen, Rittinger és egy gyors jelet adott, de... És egy nagyon szép elkapás fóra Camilo, és érkezik Jebrai Régen. Szépen bemutatta Mizda Péter mellett az elkapást. Magasra ívelte föl, egy kicsit szorongatott helyzetből az irányító, de nagyon szépen szelidítette meg. Igen, Mizda, amit az első fél időben elmondtál, hogy az... Tehát, hogy amikor a védőjátékos megpróbálja leütni a labdát, akkor az nyilván sokkal előnyösebb, nagyobb helyzetben van. Viszont amikor elkapni próbálja a labdát, akkor bizony 50-50 a dolog, és hát itt most azért a támadójátékos nyert, az elkapójátékos nyert, és akkor ugye még benne van ez is, hogy le tud fordulni. Igen, egy hosszú elkapás volt, de mivel ugye sok büntetés gyűjtött össze a kábel, ez így nem volt még meg ezzel a first down, pedig egy nagyon hosszú elkapás volt tényleg, és ez is az lehetett volna. De ez most valóban nagyon magasan szállt. Marc Mátyás őrizetéből próbáltak egy hosszú paszt. Csűri Soma irányába repült a labda, de nagyon magas volt, nem lehetett megszelidíteni. 4. és 12, valószínűleg el lesz rúgva, hisz a saját 25-ösükön a labda. Azt gondolom, hogy ez a helyes döntés. Megpróbáltak egy pár hosszú paszt. Nyilván azért, amikor 15-20-30 yardot kell megtenni, azért benne van az, hogy egy hosszú paszt megpróbálnak, főleg úgy, hogy az első azért sikerült is. Igen, ugye Fóra előtt ott van egy extra blokkoló ember, úgyhogy hát nem a legjobb a snap. Viszont ez nagyon jó rugás. És nagyon jó a pánt, igen. Sándor Gergőnek pedig el kell indulni utána, hiszen most már egyre jobb helyzetbe pattog az a labda, ugye a Cowboys szempontjából ugye egyre kedvezőbb helyre került a labda. És Sándor Gergő egészen a 35-öseig vissza is hordta, bocsánat, a 32-eséig. Ugye itt, hogyha bepattog a visszahordó csapat célterületére, akkor 20 yardról indul a támadás, tehát az egy touchbacknek nevezett fogalom. Ha pedig ugye, mint ahogyan itt kinézett, hogy nem pattogott volna el odáig, akkor onnan indulhatott volna gyakorlatilag a fehérvári offense, ameddig az elpattog és nem annyira jó 10 yardon belülről elindulni, ezért döntött úgy Sándor Gergő, hogy utána nyargal a labdának felkapja és megpróbál belőle yardokat kihozni. Ez sikerült is elég szépen, nagyjából a 32-33-as vonalig jutott el vele. Továbbra is Nardai fönn a pályán. Szakácsi az 50-esen már túl, a 40-esen is, a 36-on, a 20-ason, a 10-esen is, touchdown Szakácsi Ákos! Nagyon szépen találta meg megint, tényleg, ahogyan olvassa a lyukakat, picit, mintha magasan olvasna, és az embernek azért összeszorul a gyomra, és mégis megtalálja belőle valahogy azt az üres helyet, amiből aztán meg el tud indulni, és már nincs, aki utolérje őt. 55-0. Kíváncsi lennék egyébként egy ilyen objektív felmérésen, hogy mondjuk akár HFL csapatokon belül is hány játékos van, aki nagyjából az ő sebességét üti. Nagyon kíváncsi lennék, bevallom őszintén, hogy hová jutna ő el ezzel a sebességgel. Legalábbis a csapaton belül nem sok párja akad. Néha munkából egy-egy házi versenyt rendeznek a srácok, és elképesztő sebessége picit van. Picit magas Sándor volt Gergő. A step, úgyhogy musz meg kell indulni Sándor Gergőnek, ugye a két pontos pont. És sikerül a két pontos is. Ugye ez valószínűleg egy menekülő útirány volt, magasan jött nagyon a snap, nem lett volna meg az időzítés, hogy lerakja Somogyi elé a labdát, és Sándor Gergő egyből olvasta a játékot, és kihasználta ő is a sebességét. 57-0-ra módosítva az eredményt. Hát mindent megtesz azért a fehérvári offense, hogy kiszolgálja a hazai közönséget. Igen, amit ugye beszéltünk, hogy ha
a két villa közé berúgják a touchdown után az extra pontot, az egyet, ha vég egyszerre viszik az endzónába, akkor 2 pontot ér. Nyilván nem ez volt az elsődleges cél, legalábbis nem úgy tűnt, hanem kicsit magas volt a snap, és Sándor nagyon gyorsan kapcsolt, inkább megpróbálta befutni, mint hogy a rugójának egyébként baja essen, hisz azért nagyon lassan tudta volna lerakni, odaérnek azért a védőjátékosok, és ott már azért sérülés veszély bőven benne van. Igen, nagyon nagy esély lett volna arra, hogy odaér a védelem. És mivel ugye a labda irányába futnak a védők, a széle ilyenkor sebezhető a pályának, ezért is támadott oda Sándor Gergő. Egy pattogos rugás. Lapos rugás. Egyből sikerül megszeríteni, és lendületbe is jön. Viszont Antonio Ron gyorsan és gyönyörűen szerel. Itt a Zoltán nagyon szépen lendületbe jött, és 45 yardig ért el. Nagyon gyorsan telik nyilván az idő, most már azért 2 perc van nagyjából vissza a harmadik negyedből, kicsivel több mint 2 perc. Első és 10, Cowboys 2 támadás. Kijön ebből az irányító, aztán elcsúszik talán egy pillanatra, vagy akár saját jó. Józan ezt elsukta azt, hogy le kell menni, hiszen mélységből érkezett Rémai Csaba a lendületből. Mindenesetre nem lett ebből pozitív yardos futás. Ha jól látom, akkor mínusz 1-en. Mondjuk úgy, hogy elcsúszott. Ott halt el a játék. Ugye egy dologról még nem beszéltünk a mai napon. Hát ha azért valakit érdekel, ezt is elmondom. Ugye látható, hogy a Fehérvár Antroners csapatában idegen légiósok is játszanak, erre elég szigorú szabályok vannak. Amerikából is vannak ugye kiemelt régió, ahonnan, hogyha a játékosa van a csapatnak, akkor egyszerre csak egy lehet a játéktéren. És Lekrinszky már egy fantasztikus szerelés azért bemutat. Így van, Lekrinszky megérdemli a tapsot. Tehát azt szerettem volna ugye csak befejezni, de hál' Istennek ő belén folytotta a szót egy jó szereléssel, hogy ugye egyetlen egy lehet egyszerre a játéktéren, teljesen mindegy, hogy speciális csapat egységek vannak fönn, védelem vagy támadósor, és ezért van az, hogy általában csak egyet látunk belőlük a pályán, tehát mindig csak egyet látunk, vagy egyet sem. Ilyen harmadik és 11. Jack Brian régen például ugye alapvetően falembert játszik, most pedig kicsit a gyakorlás jegyében, most a linebacker pozícióban találhatjuk őt. Időkérés Cowboys oldaláról. Ugye 3 időkérés van. Offense, első csapat időkérés. Ezt már említetted, hogy 3 időkérés van fél időnként. Hát abban, amikor nagyon kiélezett, nagy taktikai csaták vannak, olyankor ezzel érdemes spórolni a mérkőzés utolsó 2 percére, vagy legalábbis a végjátékra. Nem győzöm elégszer felhívni a figyelmet, kihasználva itt a holt időt, hogy július 15-én itt a First Field-en a Divízió 1 döntőjét láthatjuk. Benne természetesen a Fehérvár Antroners csapatával, aki igazából már ettől a mérkőzéstől függetlenül is ugye első helyen jutott a döntőbe. A mai győzelemmel pedig ugye a makulátlan mérlegét őrizheti meg. Hát ez az, amit nagyon nem szeretne pont a döntőben elbukni, még hogyha az ugye a mérleghez nem feltétlenül tartozik hozzá, de hát egy döntőt senki sem szeret elveszíteni. Mindenképp azért érkezik, hogy itt hazai közönség előtt győzelemmel fejezze be a Divízió 1-es szereplést. Közben van kevesebb, mint 1 perc a harmadik negyedből. Passzjáték. Elég sok ideje van. És Galavosevics Alex! Gyönyörű szép interceptionnel! És egy zászló a pályán. Tehát, hogy late hit volt. Nem. Bevallom őszintén, hogy nem néztem már utána az irányítót. Én inkább gondolnám, hogy valami holding lehetett. Offense, 29-es számú játékos, a defense a büntetés nem kéri. Első kísérlet. Ladányi Tamás volt az, aki elkövette ezt a holdingot. És természetesen ugye, ha már van ilyen opció bizonyos esetekben, ugye, hogy kéri a büntetést,
a védelema, vagy sem, hát vajon miért kérték volna, amikor ezzel labdát szereztek, és rögtön jöhet is a fehérvári támadó csapat a pályára. Nagyon szép interception szerzett Glavocsevic Alex. Nem is az elsőt ráadásul már ebben a szezonban. Nagyon jól teljesít a fehérvári safety. Ismét Nardai egysége a pályán. Nardai szép, nagy nyomás volt rajta. És ajj, de szépen bele tudott karalaszni, így van. Golita Zoltán volt, aki az utolsó pillanatban bele tudott érni. Márkus Dominik felé szállt a labda, elég pontosan mondhatni. Talán ha elé tudja még nyújtani, akkor ugye nem lett volna esélye a védőnek beleérni a labdába. Látszott, hogy ő már a védő elé került. De vége a harmadik negyednek. A harmadik negyed gyors helycserés támadás. Aztán neki is vágunk a negyedik negyednek. Az utolsó 12 perc kezdődik a találkozón. Tehát az utolsó pillanatban engedte el Nardai ezt a passzot, hiszen elég komoly nyomást kapott innen. Igen, ehhez képest nagyon pontos volt a passz, tehát az volt egy kis felől, nyomás, de oldalról jött, tehát nyilván borzasztó nehéz lett volna fölvenni ezt a blitzet, ami gyakorlatilag az irányító direkt támadását jelöli. Tehát nehéz lett volna azt fölvenni, azonban a passz fejjel közül azt mondom, hogy nagyon jól sikerült, de hát nagyon szép védőmunka is volt, hogyha nem kap bele a védőjátékos, biztosok vagyok benne, hogy touchdown. A screen pass, Tóth Nándor. Tóth Nándor pedig meg tud indulni, kap egy jó blokkot. Tóth Nándor középen, és egy nagyon szép játékot láttunk. Seres Attila szerelt újra. Ugye Tóth Nándor megint kapott egy-két jó blokkot, és ez mindig plusz yardokat jelentheti, hogyha jól olvassa az őt segítő blokkokat a játékos, és ezt megtette Tóth Nándor. Már az ellenfél tér felén a Fehérvár Antroners 57-0-as eredménynél. Ugye nemrég kezdődött el a negyedik negyed. Nézzük, futás középen. Igen, így futás, van. És egy kicsit elakadt igazából, addig jutott a futójátékos, ameddig a fal kitaposta az utat, gyakorlatilag a tiszta ösvényt. Ezt is azt gondolom, hogy 3 yard volt benne. Hát annyi biztos. És azért ez is mindig megsüvegelendő. Igen, most most erőből oldotta meg az offense line. Második és 7. Két tight endes felállás. Sőt, két running back is van. Nézzük, Varga Bálint, Varga még mindig fut, Varga Bálint, és meg lenne a pörzlán, azonban sárga zászló. Várjuk meg az ítéletet, holding lesz, még pedig az offense ellen. Megint nagyon jó döntést hozott, amikor befeküdt a running back elé, gyakorlatilag holding, esélye nem volt. Offense, 89-es számú játékos, 10 yard büntetés, megismételjük a kísérletet. Fövényesi Marcelnél látott holdingot a játékvezető. Előfordul egyébként, főleg az ilyen futó játékoknál abszolút benne van ez. Ez egy szabálytalan visszatartás, visszahúzás. Második és 15, ennek köszönhetően ugye természetesen hiába haladt előre, az nem számít ilyenkor. Nardai, keresi megint a játékostársat, Nardai, futtával egy nagyon Gergő. Jó passz Sándor Gergőnek! És megvan az első kísérlet. És megint egy zászló a pályán. És valószínűleg Nardai méltatlankodásából arra következtetek, hogy megint offensz szabálytalanság volt. Holding, offensz, 66-os számú játékos, 10 yard büntetés, megismételjük a kísérletet. Menyhárd Balázs volt, aki elkövette ezt a holdingot ezúttal. Most már második és 20 következhet. Hát szerintem egy picit több. Az is lehet, hogy több. Második és 25 környékén vagyunk. Igen, hiszen 10 yard adódik hozzá, tehát egyértelmű, hiszen most jártunk 15-nél. Ugye a down jelző ilyenkor nem megy tovább, tehát ugyanabban a kísérletbe lehet újra
próbálkozni. Igen, azért ez egy kettős büntetés lenne, hogy vesztesz még kísérletet is, és még yardot is. Ilyen büntetés is van, de hát akkor térünk csak igen, ki. Igen, az már nagyon szigorú büntetés. Hogyha az megtörténik. Nézzük, Nardai. Megint nyomás van rajta. Nézzük, és bizony Sándor Gergő próbál elindulni, de nem sikerül neki. 3-4 yardot tudott csak felszedni most ezzel a játékkal. Szép védekezést láthattunk a Cowboys-től. Ez screen pass lett volna, és ha jól láttam, akkor átengedték szándékosan a védő falakat. Ezzel gyakorlatilag kivéve a játékból őket, de nagyon jól észlelték ezt a trükköt, és vissza is értek, illetve nagyon fontos volt a Cowboys cornerbackétől, pontosan most nem is tudom mondani a számát, hogy visszatudta tartani Sándor Gergőt, hogy begyújtsa a rakétákat, így azért 3-20. Igen, és az amerikai futball mindig ugye a fizikumon kívül mindig a taktika csatája is, itt azért a taktikai lehetőségek egy 3. és hosszú kísérletnél mindig lecsökkennek. Tóth Nándor, ő viszont onnan nem fog tudni előrébb menni. Jó védekezés megint, de zászló. Seres szerelt újra. Nézzük meg a szabálytalanságot, hogy mi volt. Mészáros volt még ott, tehát szépen levitték, de az a kérdés, hogy most a védő oldalon van-e a büntetés. Face mask talán, ha jól látom. Halott labda szabálytalanság, face mask, defense, 73-as számú játékos, 15 yard büntetés, automatikus első kísérlet. Mészáros Péter, hát ez egy komoly hiba, hiszen nagyon szépen megfogták ezt a kísérletet, és így automatikusan első kísérlethez jut plusz 15 yardhoz ugye a fehérvári csapat. Ráadásul ugye az elkapáshoz képest. Igen, amit már korábban is vagy többször is elszoktuk mondani a közvetítésekbe, hogy a 15 yard az általában mindenkinek olyan furcsa, hogy mindig elmondják, hogy automatikus első kísérletet. Ugye pontosan itt például van értelme, hisz 22 yardot kellett volna megtenni, tehát a 15 még nem jelentett volna automatikus első kísérletet. Viszont a személyi hiba az annyi. Igen, mindig az ilyen nagyon nagy... Nem sikerült elkapni, egy kicsit rövid volt. Igen, vissza kellett lépni Sándor Gergőnek, nem sok esélye volt rá. Igen, azért... kérte a labdát Sándor Gergő, és Nardai adta is volna, viszont ez egy jó 60 yardos passz kellett volna, ami... Hát ahhoz egy elévelje valóban, tehát vissza kellett volna lépni érte, de a védők szorításából sprintből megállva erre nem volt ideje Sándor Gergőnek. Második kísérlet is, 10 yard szükséges. Ez ugye a first down volt. Második és 10, ugye passzjáték volt, de ugyan incomplete passz, de ugye ne felejtsük el, nem áll meg az óra. Nézzük meg Szakácsit, Szakácsi megint nagyon szépen lavírozik, és egy jó 8 yardot ismét felszedett. Galita Zoltán volt az, aki tudott szerelni, 3. és 2. Kevesebb, mint 8 perc a mérkőzésből. A nagy kérdés, hogy a 3. és 2-nél, de majd kitérünk erre is, hogy mit választhatnának, hogyha 4. kísérlet lenne, de előre szaladtam, közben Nardai valamit áthív. Nardai megkergetik nagyon, és sikerül a szekket megcsinálni 56-ossal. Fróna Levente volt az. Azonnal át tudott jönni, tehát akadály nélkül tudott átrohanni, és most már azért nagy kérdés, hogy 4. és 13-ra pánt lesz-e vagy sem, de mivel, hogy Zász György már érkezik fölfele, nem is kérdés, hisz ő egy rugójátékos. Igen, Zász György nem tartozik a liga legjobb irányítói közé, tehát azért valószínűleg nem ő fogja elpasszolni a labdát, hanem mivel viszont a pánterek között a jó közé tartozik kifejezetten, így bátran következtethetünk arra, hogy elrugja ezt a labdát. Szóval ilyenkor ugye érdemes egy kicsit taktikázni, nem berúgni az ellenfél célterületére a labdát, hanem lejárt a támadó idő közben. Időt kellett kérni a Zász Györgynek, mert látta, hogy lejár az idő. Időkérés, offenz, első csapat időkérés. Ugye lejárt volna a támadó idő, az még yardvesztesége járt volna az Entronersnek. Tehát abba kezdtem bele, hogy ilyenkor azért szoktak a csapatok azzal taktikázni, hogy nem a visszahordónak rúgják, hanem valahol oldalt megpróbálják kirúgni a labdát, ráadásul minél közelebb a célterülethez, minél jobban tudja a védelem sanyargatni, nyomást helyezni, úgymond a támadó csapatra, akiknek ugye nagyon, hogyha esetleg egy szűk helyzetből kell indulni közel, ugye a saját célterülethez, akkor ugye ott azért megremeket a keze,
hiszen ott már abból akár a védelem is szerezhet pontokat. Most több büntetés is volt egymás után, nagyon jó a snap. Igen, egy nagyon Zács. Picit talán lassú volt Zács. Nagyon szépen oldalra sikerült. Széle felé megy a labda, viszont nem fog kimenni. És egy nagyon szép pánt. 4 yardon a labda. Hát kiválóan végrehajtott a taktikát Zász György. A 45-ös környékéről rúghatták az Entronesz játékosai, illetve Zász György a labdát, tehát onnan indult a labda, ugye onnan számolják a pántot, tehát nagyjából a 4-es esett le, egy 40 yardos pánt azért az elég emberes. Először kényszerült egyébként pántra a Fehérvár Entronesz, hogyha nem csal az emlékezetem. Ez így van. Tehát nem tudták pontokra váltani ezt a labda birtoklást ezúttal, mindenképpen a Cowboys védelme kitett magáért, ugye még annak ellenére is, hogy összeszedték abba a viszonylag jó helyzetben a büntetést, és újra próbálkozhatott a Entroners 4 kísérlettel, nem sikerült most bejutni a célterületre. És hát a védelem előtt pedig itt a lehetőség, hogy akár egy safety-t szerezzen, ugye elég közel az ellenfél célterületéhez, passz kísérlet, ilyenkor ugye az irányító mindig próbál, mindig nagyon jó passz volt megválni a labdától, és egy nagyon jó passz valóban. Pap Robert, Pap Robert kapta el, hogy maradjak ilyen papagáj üzemmódban. Nagyon szorongatott volt, és azonnal ott volt a védő a nyakán, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz elkapás volt, de nagyon jól jöttek ki ebből a szorongatott helyzetből a Cowboys játékosai. Még nincs meg a first down, de 2-3. Meg itt egy passzjáték észkény, kicsit... passz lett volna! Ugye eljátszották, mint hogyha egy futó menne benn középen, de nem futójáték volt, hanem a szélre egy passz. Vida Máté kapta volna a labdát. Vida Máté kezé közül csúszott ki a labda. 3. Már lehet, hogy ez a 3, ez inkább 2. Nem látom pontosan a nyalóka helyét, de szerintem úgy nagyjából annyi. Ugye azt is látjuk, hogy az Entronesz védelmében sok csere van. Folyamatosan rotálják a játékosokat. Nyilván azért a gyakorlás kell, és ez egy nagyon hosszú passz. Igen, azért a secondary-ben a két safety az mindenképpen a régi volt, Kuti Péter és Glavocsavics Alex, akik két irányból is fedezték a labdát. Megszerezni most nem volt lehetőségük, hiszen teljesen légüres térbe dobta az irányító, nem vállalt most kockázatot, viszont biztosították, hogy az ellenfél játékosai is elérhessenek oda. 4-3, és hát én azt gondolom, hogy jó döntés az, hogy elrúgják a labdát, hisz ha bele gondolunk, akkor egy labdavesztés során, tehát ha nem sikerül meccsen a 4-re, akkor azért egy 10-esről, 12-esről indított offenzíva semmiképp sem jó, legalábbis az álmos könyvek szerint. Nagyon szép magas pánt. Állátott futni. Tóth Nándor elkapja. És van is sebesség. Tóth Nándor, Tóth Nándor még mindig talpon. Tóth Nándor! Egy picit akadályozta Mézes. De jót akart igazából, tehát ő vissza akart lépni. Két szabálytalanság is. Borsó Bence pedig lent marad a földön. Ő azért érzékeny veszteség. Ugye egy ilyen mérkőzésen, tehát ahogy az elején elmondtam, amit biztosan egyik csapat se szeretett volna, az a sérülés. Az Entronersz a döntő előtt, hát ugye a Cowboys pedig látjuk, hogy jelenleg is azért viszonylag rövid kis paddal érkezett. Semmiképpen sem kell sérülés. Úgy látszik, hogy Borsó Bence fel tud állni azért a saját lábára. Ez nagyon fontos. Szerencsére saját lábán tudja elhagyni a pályát. Lepocog a pályáról. Sőt, hát a... És nézzük meg a büntetéseket. A játék vége után két szabálytalanság történt. Ott labda szabálytalanság. Sportszerűtlen viselkedés. Számú játékos. Halott labda szabálytalanság, sportszerűtlen viselkedés, védők, 96-os számú játékos, első kísérlet, Entronersz. Mivel a felét nem hallottuk a büntetésnek, ugye a sportszerűtlen magatartás mindkét oldalról, viszont
azt megállapíthatjuk, ugye a két büntetés ilyenkor kioltja egymást, mert már 29-es ugye, és 96-os. Nagyon szépen köszönöm, tehát Ladányi Tamás, illetve a hazaiak részéről Kovács Barna volt, akik sportszerűtlenül viselkedtek a pályán, de marad ugye az a pozíció, ameddig Tóth Nándor visszahordta a labdát. Nézzük, Szakácsi. Igen, most jó alaposan megkergetik. Szakácsi csinál egy cseh, Szakácsi! Igen, lehet, hogy első szándékból kellett volna menni, de hát nagyon könnyű innen okoskodni. Azért így is megtett 5-6 yardot, ami azért nagyon szép teljesítmény. Ami nagyon fontos ebben a sportszerűtlen magatartásban, és el kell mondani, 2 darab ilyen sportszerűtlen magatartás, illetve personal foul, az kiállítás, automatikus eltiltást is jelent. Tehát kiállítják erről a mérkőzést, és a következő találkozón pedig nem vehet részt, tehát a döntő előtt azért nyilván erre nagyon kell odafigyelnie az Entronersnek. Még akkor is, ha alig 2 perc van vissza, nagyon szépen felívett labda, és nem sikert, de nagyon szép védekezés. Török Zsombor. Ugye ott tudta tartani a lépést az elkapóval a felívelt labda közben, és jó pillanatban oda tudott ütni a labdára. Egész jónak tűnt a passz, tehát szépen a vonal mellé sikerült érkeznie, azonban Bakonyvárit nagyon jó ütembe lökték jó helyre meg. Ment, de talán egy picit későn, hiszen már ott meg kellett állni, állóhelyzetben találta az elkapójátékost a labda. A pozíciójával abszolút semmi baj nem volt. Nézzük, Varga Bálint, Varga Bálint pedig be fogja tudni vinni, beviszi, de ott egy közben. Zászló! Tejzsán Varga Bálint, de nézzük meg, hogy mi volt nagy az ítélet. Nagy valószínűséggel az offense-nél. Holding.